ezt választotta egy híres pszichiáter, ugye? Biztos volt oka? Hát nyilván, hogy az ember, ha helyszínt talál, vagy egy helyet keres a világban magának, most szimbolikusan is, meg a valóságban is, akkor azért fontos a környezet. És nekem valahogy Pannonhalma, meg egyáltalán a kultúrához való viszony, a Pannonmedence, a római birodalom maradványai, azok fontosak. Nem csak azért, mert latin tanultam, olasz tanultam valamikor, szóval, hogy egyáltalán ezek a déli kultúrák azok mindig is vonzottak, hanem én valami állandóságot, valami nyugalmat élek meg azzal, hogy Pannonhalmát látom itt a reggeli közben, és valahol annak a könyvtára, annak a múltja. De te ott is tanultál? Nem. Én Pápára a Tűrbe jártam, ugyanaz is Bencéli gimnázium volt, de mire én már jártam, addig állami gimnázium volt, és én a Tűr István kollégiumba, Bocsor kollégiumának a részén voltam. 4 évig diák, bentlakásos diák, úgyhogy nekem ez a pannonhalmi diák mentalitáshoz közeli élményeim azért voltak középiskolában. Nyilván, hogy az ember, amikor így keres egy helyet, akkor fontos az, hogy valami kötődése, valami nyugalma legyen, és nekem elsősorban az volt, hogy ezen a vidéken születtem, Győrben születtem, Győr környékén nevelkedtem, vándoroltunk itt egyik helyiségből a másikba, pápai gimnázium évek, majd Pécs egyetem, aztán visszakerültem én ide Győrbe, a szüleim azok Boglártól Csepelig mindenhol dolgoztak, velük együtt jártam én is a világot, de valahol ez a Győr környék, a Kisalföld, a maga kis dombságaival ez nagyon vonzott, és hát így került ez a választás ide Pannonhalma környékére. Nagyon viccelt is velem, hogy ennél sokkal egyszerűbb lett volna, ha veszek egy ilyen szép fali tapétát, és aztán az kitapétázom a dolgozószobám Győr belvárosában, mert igazán ott is nagyon jó helyen laktunk, a Püspökvárral szemben, a Dunaparton, és tényleg kényelmes volt, jó volt. Nekem egy kicsit sűrű. Nagyon sokat a belváros. Amikor az épületet terveztük, meg egyeztettünk, hogy mi hogy legyen, akkor sokat kérdeztelek, hogy mint pszichiáter, hogyan látod a világot, hogyan látod ezt a felfordult világot, és az embereket mennyire lesz szükségük pszichiáterre a végén, mert olyan a helyzet, hogy az emberek vagy öngyilkos lesz, vagy pszichiáterhez kell menjen, vagy netán a bolondok házába kerül, szóval, mint pszichiáter, mit látsz? Akkor nekem azt mondtad, hogy a legnagyobb probléma ma az embereknél a szorongás. És ha ezt a szorongást le tudnák küzdeni, akkor borzasztó sok problémától meg tudnának szabadulni. Ugye? Igen, hát Kopp Mária, aki vizsgálgatta a magyar lelkületet, és férjével rengeteg populációs vizsgálatot csináltak, több tízezres létszámú mintán, azt tapasztalták, hogy korábban az volt a közhiedelem, hogy a magyar az egy ilyen depressziós nép. Aztán sokkal inkább az derült ki, hogy inkább szorongó típusok vagyunk. Nem olyan távol van a depresszió meg a szorongás. Azt szoktuk mondani, hogy a depresszió a szorongás az előszobája, de inkább a szorongás jellemzi a mai kultúrát és a mai hazai létet, és az, ami emögött van, leginkább azok a tényezők, hogy érthetetlen a társadalom, bonyolult, nem tudja, hogy mi az, hogy tőzsde, nem tudja, hogy mi az, amikor ezek a gazdasági buborékok elpukkannak, vagy mikor jó az, amikor lemegy a kamatláb, fölmegy a kamatláb, tárgyaljunk, vegyünk föl hitelt, ne vegyünk föl hitelt, euró alapú hitelt. Tehát maga a gazdaság működése, az adórendszer, a munkáltatás, a jogrendszer annyira bonyolultá vált, hogy áttekinthetetlen az emberek számára. Tehát az egyik dolog az érthetetlenség, a tájékozatlanság. Most nem rossz értelemben mondom a tájékozatlanságot. Ma szinte mindenki egy nagyon szűk szegmensnek a szakértője, és nagyon kevesen tudnak ma szakmákon át, hogy úgy mondjam, látni. Ezért szokták mondani, hogy egy
ma értelmiségének az lenne a jó, hogyha képes egy óráig úgy beszélni, hogy nem derülne ki, mi a szakmája. Tehát, hogyha képes több nyelvet, több szakma zsargonját is átlátva beszélni. A másik pedig az óriási teljesítmény nyomása, amit nyilván a világgazdaság is rányom erre a térségre is. Óriási a teljesítménynyomás a kisgyereknek az óvodába, fejlesztő programok a demenseknek, a mozgássérülteknek, mindenkinek. A normál iskola rendszer is egy óriási teljesítményvezéreltség. A munkahelyeken teljesítménymutatók kidolgozása, teljesítménymarkerek, bemeneti indikátorok, folyamat, kimeneti indikátorok. Tehát őrületes nyomás nehezedik az egyénekre, és mintha a technikának ez az a gyors fejlődése, amit az elmúlt évtizedekben lehet tapasztalni, ahhoz képest az ember pszichés fejlődése lemaradt. Az a fajta alkalmazkodás, ami ehhez a rendszerhez kell, legyen az egy intelligens telefonnak a használata, vagy akár egy ilyen háznak a fűtésrendszerének, vagy a napkollektor működésének az elveit. Tehát egy csomó olyan dolog veszi körül, amit ahhoz tényleg el kell egy kicsit mélyenni, hogy értse, hogy mi történik. Tehát akkor például a kormánynak az a politikája, hogy hamarabb abba lehet hagyni a tanulást, akkor az nem igazán helyes, ugye? Mert sokkal, de sokkal többet kéne tanulni ahhoz, hogy megértsék, kövessék, haladjanak. Tehát ha most inkább ezt csökkentjük, akkor ez egy csomó problémát megakaszhat. Azt gondolom, hogy talán az idővel nem lehet ezt behatárolni, mert hogy ma az életfogytiglan tanulásnak az ideológiájában él egész Nyugat-Európa, tehát hogy inkább a cél az lenne, vagy az lenne a szerencséssel fordulat, hogyha azt figyelnék, hogy hogyan alakítunk ki tanulási stratégiákat, hogyan tanítunk meg tanulni. Például 20 éve én is felsőoktatásban tanítok, és az, hogy az Ebbinghaus-féle felejtési görbéről elképzelésük nincs a hallgatóknak, hogy a másnapi ismétlésnek a szerepe mennyi, hogy hogyan csökken a tudásszint az idő arányában, az 1/x függvénynek a folyamatát visszatükrözve, ezt nem tudják. De hát nincsenek meg azok a speciális memorizáló technikák, nincsenek meg azok a folyamat elemző módszerek, ahogy egy jelenségnek a működését vizsgálni kell. Például egy problémamegoldó modell, hogy nevesítem a problémát, hogyan izolálom a környezetéből azt a problémát, hogyan emelem ki, hogyan nézem annak a részleteit, a dimenzióit, és akkor hogyan állapítok meg ebből prioritást, hogyan alakítok ki válaszstratégiát rá. Tehát nem alakult ki az a szisztematikus iskolarendszer, hát ha visszagondolunk a mi korosztályunkra, akinek a Siemens Martin kemencéktől elkezdve oroszul a matagon kipa vertikálnos cíni, a motorverseny függőleges deszkafalon című kifejezéseket kellett tanulni, akkor nehéz azt mondani, hogy ezek nagyon célra törő, praktikus, hétköznapi ismeretek voltak. Ugyanakkor nem tudta a psziché működését, nem tudta a konfliktuskezelést, nem tudta mi az, hogy krízis, a lélektani krízisek kimenetele, következményei, hogyan alakul az önértékelés, milyen szerepe van mondjuk egy mintának, vagy egy mintakövetésnek, vagy egy ideálnak, akit választ. Vagy... Na most az emberek benne vannak az őrületben, benne vannak a mókuskerékben, benne vannak mindabba. Te, mint profi pszichiáter, orvos, sokáig kórházi igazgató, főorvos, sok emberrel találkoztam, azoknak az embereknek, akik ebben benne vannak, és egyedül szinte nem is tudnak kitörni ebből, azoknak tudsz valami receptet adni, hogy mit csináljon, üljön, legondolkozzon, legalább pénteken csináljon valami, szóval van bármi, amivel valami bankót, valamit lehet nekik mondani, hogy az őrület határa előtt körülbelül 1 méterrel hol lehet megállni, vagy mit lehet csinálni, vagy mert te ide a kórházi igazgató főorvosságból kimenekültél a meseszép tájba, és megnyugszol. De nem mindenki tud idáig eljutni, hogy kimenekülhessen valahova, ha csak nem kimegy egy hegyre, és ott nézelődik. Tehát mint pszichiáter professzor, mit javasolsz a mókuskerékben rohangáló embereknek, hogy
őrület pillanata előtt mit csináljanak, hogy ne kerüljenek bele az őrületbe, meg ne legyenek öngyilkosak, ne szakadjon el a szál, ami az életüket jelenti. Szóval van valami recept, van valami alap, tudsz valamit nekik segíteni? Hát nagyon általános receptek forognak a köztudatban, amik néha használhatók, néha nem, néha közhelyek, néha valódi életmód programokra alkalmas gondolatok. Sokszor tapasztalva a klinikumban azt látom, hogy az emberek nem nagyon szeretik tudatossá tenni a környezetüket, a saját létüket, hogy mit szeretnének, hova készülnek. Lacan, egy francia analitikus mondta azt, hogy az embert a kudarcok üldözik hátulról, azok elől menekül a kudarc kerülő magatartás. A másik oldalon meg ott vannak a sikerek, a vágyak, hogy hova szeretne eljutni, és ez mozgat bennünket valamilyen szinten. Persze, hogyha gyerekkorban nagyon sokszor meggátolják a kompetenciakészítést, a cselekvést, a rámulást, a szobaszétrakást, akkor viszont introvertált lesz és kudarc kerülő, akkor nem a siker fogja motiválni, hanem a kudarcot kikerülő mocsárjáról lesz belőle, és introvertált befele forduló. De hogyha mindezen túl van már a szocializációval, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy az aktuális helyzetét időnként álljon meg és mérlegelje, mint ahogy egy modern autóban vagy egy eszközben benn van a GPS. Van egy helyzetértékelés, hogy itt vagyok, erre készülök, és kitűzöm a következő pontot. Legyen az vitorlázás, legyen az kenutúra, legyen az bármi. Valami olyan fajta helyzetértékelésre naponta, vagy szinte személyektől, meg élethelyzetektől függően óránként, vagy hetenként szüksége van az embernek, és ezeket az összegzéseket, mintha az emberek elhanyagolnák, hogy tegye meg, nézze meg, hogy mit tett ezen a héten a vágyainak, vagy az életcélainak, vagy az önmegvalósításának a lépésében. Tette valamit a héten, vagy csak ment a majomkerékben, vagy a forgódobon és rohangászott, és akkor csodálkozik, hogy ez nem stabilizálja a lelkét. Ha sikerül valamilyen iránytűt találni magának, és hogy mondjam, ha sikerül célokat kialakítani, a depresszió kutatás hozta ezt legnyilvánvalóbban a felszínre, a Beck munkacsoportja még Kaliforniában egy jó 20 évvel ezelőtt, amikor kidolgozta, hogy mi a depressziónak az igazi mélye, akkor kiderült, hogy a jövőhöz való viszony tűnik el. Tehát a depresszió igazi mélye az, hogy nincs jövő, nincs jövőkép, nincs a jövőhöz való viszonyulás, nincs vágy a jövőre, nincs terv a jövőre. Gyakorlatilag az egyén, mint aki elvesztette az iránytűjét, olyan tájfutó, aki csak ott sétál föl alá maga körül, és nem motiválják a célok, nem tud maga elé tenni olyan vonzó pontokat, amik fele elkezd közelíteni. Mert ugye, hát ez állandó filozófiai probléma volt az irodalomban is, hogy az élet célja a küzdés maga, meg hát ilyen bölcs gondolatok születtek már a múlt században, meg az előző századokban is, de ma újra meg újra kell fogalmazni azt, hogy miért van az ember léte, miért van önmagáért van, a környezetért van, vagy az identitásával van problémája. A legnagyobb nehézség abban van, hogy ebben a cél nélküliségben vagy a hol tartok és hova készülök, honnét jövök című folyamatot nem rakja össze. Lustaságból, hajszából, pénzhajtásból, értékválságból, valami miatt félreteszi ennek a fontosságát, és ennek a következménye pedig az, hogy a saját énje, a ki vagyok én, az megváltozik, és az énnek a identitás bizonytalansága az a legrosszabb az egyén számára. Tehát ha valaki nem tudja, hogy hova készül, miért van itt, mit akar csinálni, vagy ha nem itt akar lenni, hova akar menni, és mit akar tenni. Tehát ha mer beengedni magába vágyakat, fantáziákat, kipróbálni a világ különböző pontjait, dolgait, akkor borzasztó nehéz a nyugalmát megtalálni. Tehát én abban látom a leginkább a lényeget, hogy azt az iránytűt mindenkinek saját magának kell megjavítani, leporolni, újra, nem tudom, mágnesezni, hogy megtalálja azokat a pontokat, amiket ő neki el kell, hogy érjen, vagy kitűz magának. Olvastam egy olyan statisztikát, hogy az, akinek van célja, hogyha
meg programja. Tehát ha neki csak az a célja, hogy neki minden reggel 8-kor be kell fűzni a cipőfűzőjét, vagy neki minden reggel meg kell etetni a kutyát, vagy minden reggel meg kell etetni a macskát, vagy a halakat a kertbe, vagy a papagájt a kalitkába, akkor ezek soha nem lesznek öngyilkosok, mert akkor holnap csinálja meg a feladatot. Tehát én is úgy érzem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy az ember azt tudja, hogy az élete utolsó 3 percében hol szeretne tartani. És hogyha mindig abba az irányba megy, akkor van értelme az életének, mert egy adott irányba halad. Így van. És a folyamatos visszacsatolás, hogy hol tartok, hol nem tartok. Valahol egy ilyen dekadens francia költőcsoportnál olvastam, hogy az volt a fő panasz, hogy miért nem születtünk hangyának előre meghatározott programmal, mint egy panaszként írták le. Ebből érezni azt, hogy az ember nem szeret programokat kitalálni, nem szereti programozni magát, nem szeret döntéseket hozni, nem szeret helyzeteket elemezni, és aztán utána abból újra egy irány kijelölni, hanem szereti azt, ha meghatározzák a programot, ha szereti azt, ha vezénylik, szereti azt, hogyha beáll egy falkába. Tehát az ember egy kicsit ilyen rosszul sikerült szociális lény. Mert te szinte vágyik a diktatúrára, amit utána vágyik a tömegre, vágyik a feloldódni a csoportban érzésre egyik oldalon, utána a másik pillanatban meg azt érzi, hogy most már szociális fóbiája van, köszöni szépen, őt hagyják békén, akkor meg jön az izolációs szorongás, a szeparációs félelem, akkor elvonul, akkor a magányos farkast akarja előadni, de valójában egyikre se képes az ember. Tehát nem jól sikerült farkasnak se, meg idézőjelben egy csorda szelleműnek se. Tehát humán antropológiailag valahogy a kettő között vagyunk tele ambivalenciákkal, és állandóan oszcillálunk a nagy csoportbeli feloldódás, meg a közösségi lét, meg annak a szabályai, meg a megnyomorítása, meg a egyéni teljesítmények között. Ugye, és aztán ma a teljesítménykutatások is ugyanezt az eredményt hozták, hogy az egyszerű problémáknál, az egyszerű feladatoknál a csoporthelyzet javítja a teljesítményt, ellenben a bonyolult feladatoknál a csoporthelyzet nagyon sokat ront a teljesítményen. Tehát, hogy nagyon vigyáznunk kell, hogy mikor van olyan teljesítményű feladatunk, amikor nekünk a magány, a manréza, az elvonulása, a kimenni egy kicsit a világból című helyzet kell, becsukodni a dolgozószobába és elmélyedni, és akkor nincs telefon, nincs e-mail, nem vagyunk online bekötve. Meg mikor kell egy kicsit töltekezni a környezettel az egyszerű feladatoknál. Mondjuk az, aki mondjuk mellette dolgozott, nálad alkalmazott volt, és egy párszor meg tudott hallgatni, az elképzelhető, hogy elindul azon az úton, amin javaslod. Mit javasolsz a mai diákoknak, akik csak azt látják, hogy nem tudom, lesz-e munkám? Van értelme elvégeznem az iskolát? Én azt tudom, annak idején nekem nagyon nagy dolog volt az, hogy egyetemre járhattam. Ma nem egy nagy dolog, ha bárki egyetemre jár, tojik az egészre, mert semmi nem érdekel a gyerekeket, csak hogy lesz pénz, meg hogy lesz Ferrari, meg hogy lesz akármi. Amiből aztán nem lesz semmi, se egyetem, se Ferrari. De mit javasolsz azoknak a diákoknak, azoknak a fiataloknak, akik ma azt látják, amit még mi sem mindig látunk, hogy merre kéne menni. Szóval mit csináljanak? Mit csináljanak azok a gyerekek, akik most végeznek az iskolákba? Hogy vizsgálják meg magukat? Merre próbáljanak? Hogyan teszteljék le magukat, hogy mire alkalmasak? Borzasztó nehéz ezekre a tények nagyon kemények, hogy a munkanélküliség, az értelmiségi munkanélküliség szám Nyugat-Európában mindenhol, egyáltalán ezen az öreg kontinensen, mintha ugrásszerűen nőne, és a perspektívák, a kilátások az értelmiség számára egyre nehézkesebbek, és hát nem tud Európa, hiába a tradicionális kultúrája, akkora innovációt produkálni, mint mondjuk a távol-kelet, vagy néhány más régője a világnak. Tehát ezzel
ezzel a ténnyel biztos, hogy szembesülni kell. És a másik pedig valami olyasmi, amit én a munkatársamon tapasztaltam, jó 35-40 éve dolgozom aktívan már, és az alatt az időszak alatt hát közel olyan 18-20 munkatársam ment el dolgozni a világ különböző részeibe, Svédországtól Új-Zélandig, mindenhova mentek munkatársaim. Tehát én valahol, amikor nemzetközi kutatásokban részt vettem, mindig egy-egy kollégát elveszítettem. Aztán egy ideig gyászoltam, egy kicsit ilyen amputációs szorongást éltem meg, hogy mindig elvesztek valakit, amikor egy jó kapcsolat kialakult, vagy egy nagy húzatú kutatásban részt vettünk. De aztán természetesnek vettem, hogy jól él, teszi a dolgát, őrzi a kapcsolatokat, rengeteg konferencián közösen találkozunk. Hát igazán tudomásuk kell venni, hogy ma egy ilyen nemzetközi világ van, ahol egy-egy adott témában lehet, hogy meg kell keresni egy másik pontot, egy másik kutatócsoportot, egy másik intézményt, ahol érvényesülni tud. A másik dolog tehát pedig az... minden értelmes ember, fiatal értelmes ember fogunk veszteni? Én azt gondolom, hogy valahol azért van ennek egy olyan fajta egészséges ellenszele is, ami valami olyasmi, hogy igenis ez a generáció, akik most a padokat elhagyják, hogyha mi egy olyan fajta innovatív gondolkodást tanítunk nekik, hogy semmi olyan, ami merev és változtathatatlan, vagy zárt rendszerekként működik, azoknak már a rendszerelmélet megalkotta, hogy nincs jövője. Tehát nekünk azt valahogy oktatóként is, meg egy más generációként azt kell közvetíteni, hogy megoldás keresések végtelenje. Tehát a változtatás menedzsment ma már ugyanolyan hétköznapi életforma, mint régen az, hogy a hagyomány, a tradíció, vagy a törzsgárda tagságot jutalmazták, és nem azt, aki változtatni tudott. Ma pedig a változtatás menedzser kell sokszor leginkább. Na most ezt a fajta gondolkodást, hogy az embernek elemi szükséglete a ritmus, melegség és az állandóság. Szokták mondani, hogy itt töltekezünk. De ha mi képesek vagyunk a ritmus, melegség és állandóságot időszakonként megszakítani, új kihívásokra, új reakciókat produkálni, akkor én azt gondolom, hogy az új generációnak rengeteg jó dolga van. Rengeteg jó tradíció van ebben a térségben, amire lehet építeni. Legyen az a történelmi múlton kívül a kultúra, a millió, a épített, vagy a nem épített, hanem természeti környezet. Tehát én azt látom, hogy azok a kultúrák ugrottak meg mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ahol a természeti környezet nagyon mostoha volt. Legyen az Kalifornia csapadéktalanabb homokos sivatagi részeken kezdtek el építkezni, vagy éppen Izraelbe a csöpögtetéses mezőgazdasági kultúra, tehát ott, ahol rá volt kényszerítve a kevés természeti forrás miatt egyfajta innovációra, azok haladtak gyorsabban. Hogy most mindig kell a szakadék, a hegyet akadunk építeni. Abszolút azt látni, hogy nekünk most jött el az a korszak, hogy az a kényelmes Kárpát-medencei jó millió, 4 évszak, jó bort tudunk termelni, jó a mezőgazdaság, de most váltani kell sok mindenben. Kell a termálvíz kultúrában, kell az orvos kultúrában, energetikában. Közlekedésben, logisztikában, gondolkodásmódban, vállalatszervezésben. Szóval azt gondolom, hogy most egy olyan fajta korszak van, amikor a fiatalokra tényleg annyira szükség van, hogy ők lesznek képesek arra a rugalmasságra, amire egy generáció már nem. A keleti kultúrák úgy tűnik, hogy egy kicsit másképp reagálták le ezt a világba történő változásokat. Talán szerencsésebb modelleket tudtak előszedni. Nagyon nagyok a különbségek a kultúrák hagyományaiban. Egyébként, hogyha itt a panoramai apátsággal szembe ülve gondolkodunk, a Bencés Regula már a 400-as években hasonló dolgokat mondott, mint amit a zen buddhizmus tanít ma. Tehát nagyon sok a hasonlóság. A zen buddhizmus és a pszichoanalízis című könyvét írta Erik Fromm, és abban írja le nagyon érdekesen, hogy a keleti ember az oda megy egy virághoz, nézegeti, majd ír róla egy verset, egy költeményt. Egy nyugat-európai ember oda megy, levágja a virágot, elemzi és ír róla egy tanulmányt.
Szóval a két kultúrának a reakciója egészen más, a természethez való viszonyban, a probléma megoldó viszonyban. Valahol ezeknek a nagy másságát kéne ötvözni tudni, hogy tiszteljük a természetet, próbáljuk meg meditatívan nézni egy kicsit, tudjunk a valóságtól, úgy hívja a pszichológia azt a helyzetet, ami egy kicsit kiemelkedsz, hogy ilyen metapozícióban lenni, ránézni saját magunkra, a napra, az eseményekre, hogy ezt most meditációnak nevezem, transzcendens állapotnak, nem tudom én, agykontrollnak, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy egy kicsit a valóságtól legyünk eltávolítva, jobban rálátunk a dologra, másrészt pedig, amikor meg megéljük, merjünk benne lenni, és akkor legyenek igazi belső élmények, megélt élmények. Szóval a megélt élménynél fontosabb nincs, mert az, aki nem érzi meg a vegetatívumával, a testével, az izmaival azt az állapotot, legyen az szorongás, vagy bármi, az sajnos megérzi az izom, a váll, a kéz, a láb, az ízületek, minden. És hogyha ezt nem közvetíti saját magának a tudat számára, hogy ezt az egész szorongásos állapotot már minden érzi, csak ő nem akarja tudomásul venni, ő nem akar rá reagálni, mint egy fő vezérlő pult, akkor baj van. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a diákjaimnak, hogyha bármilyen problémája van, akkor próbáljon meg saját maga fölé fölemelkedni, mint egy repülőn vagy egy űrhajón ülne. Föntről nézzen le, nézze meg a problémákat, nézze meg mindent, mert onnan föntről sokkal világosabban lehet látni a lenti problémákat, és amikor fönt fejbe megoldotta, akkor jöjjön le, szálljon vissza magába, és borzasztóan szisztematikusan oldja meg azt, amit föntről látott. Így van, így van. Én itt örömmel szoktam gyönyörködni azon, hogy Péren és jó pár helyen még itt van kis repülőterek, és akkor nagyon sokan tanulnak itt repülni kis gépekkel, csesznákkal, mindenfélékkel, és ahogy itt köröznek, ahogy nézik ezt a kis alföldi tájat, és ténylegesen jó pár barátom van nekem, és egyik-kettővel elmentem én is, és annyira más így megnézni fölülről ugyanezt a környéket, minden egyebet, és nyilván, hogy ez is egy kicsit azt jelzi, hogy az ember egy helyzetben képes-e decentrálni, elmenni arról a pontról, távolítani attól a ponttól. Sokszor a pszichoterápiákban is azt alkalmazzuk, hogyha van egy nagyon erős akadály, ami előttünk áll, és félünk, szorongunk, kudarctól, krízistől, megsemmisüléstől, akkor gondoljunk eléje annak egy 10 évvel, hogy 10 év múlva hogy néznék vissza erre az eseményre, és akkor annyira elbagatelizálódik, igen, csökken a súlya. Ez egy technológia, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor képzeld el magadat 10 évvel később, hogy látod, egy vizsga előtti drukkot, nézd meg vizsga után, mennyire elsúlytalanodik a dolog, és elbagatelizálható. Most kérdés az, hogy az emberek alkalmasak arra, hogy pillanatnyilag 10 év múlva állapotukból vissza tudjanak-e tekinteni, arról most vannak. Hát igen, igen, hogy merje ezt az objektívet ilyen rugalmasan mozgatni. Én és amikor jó párszor már mentem Japánba, én azt láttam, hogy föntől, ugye, hogy Szibéria fölött megy a repülő, és hogy lenéztem, úgy belegondoltam, hogy most ott lent Szibériában, most ott is vajon mennyi probléma van. És én olyan 5 perc alatt átrepülök a probléma fölött, a Szibéria fölött, meg minden, és utána már egy következő probléma fölött repülök, és ez mennyire nem probléma föntről, és mennyire probléma rendről. Tehát ahhoz, hogy az ember akár, én úgy érzem, akár a lelki problémáját, akár a feladatainak meghatározását csak úgy tudja jól megcsinálni, ha mindig megtanul saját maga fölé felemelkedni, és úgy tudod letekinteni, hogy ő is ott lent van fizikailag, de mégis gondolatban úgy föntről nézed le. Föntről sokkal jobban lehet látni, hogy mit kell csinálni. Csak utána merni kell időbe lejönni, és merni kell azt következetesen végigcsinálni, amit aki onnan föntről látott. Hát igen, tulajdonképpen amikor a freudi időszaknak ugye ez a pszichoanalitikus személyiségelmet, minden pszichológiai iskola megalkotja a maga személyiségelmetét, és akkor arra a beavatkozási stratégiait. Hát az pszichoanalitikus volt az első, amelyik elkezdte bontani a személyiséget részekre, és abban is ott volt, hogy az ösztönén ott lent valahol, ahol a háznak a pincéje, szimbólumban a ház földszintje, az ego, az én állapot, a realitása, a világhoz való viszony. A szuperego, a padlás, ahol pedig a morális, etikai
tradíciók, hagyományok és a szülői küldetések és egyebek elvárások vannak, ahonnit irányítanak. Már ő is próbáltál ezt valahogy belevinni a személyiség elméletbe, hogy valahogy a fölé emelkedettség, valami elvontság, valami absztrakció. Aztán jöttek ezek a modernebb iskolák, amik azt mondták, hogy az ego-state állapotok, hogy éppen az énnek melyik állapota az, amelyik most küzd azzal, hogy ha én most férfiként kudarcot vallok, vagy a munkahelyemen szakmailag kudarcot vallok, akkor az én állapotomnak csak az a szerepe kapta a Geller, csak ott van a deficit. Akkor abban a szerepben kell töltekezni, abban a szerepben kell új készletekkel előjönni, mert az ember legalább, ahogy Moreno, aki egy modern módszert, a szociodrámát megalkotta, meg a szociometriáját a csoportoknak, ugye Bécsben tanult Kafkával és Petővel, innét 110 kilométerre, ő állította azt, hogy az embernek van egy úgynevezett kulturális atomja, a kulturális atomnak, mint egy margarétának a szirmai, a különböző szerepei. És ezekben a szerepekben, mindegyikben külön egy ego-state állapot, egy én állapot van, és ezeket ő szerinte csak abban a szerepben lehet javítgatni, korrigálni, amelyikben a kudarc ért. Mert rendben van, hogyha én nem tudom, én rosszul futottam, mint távfutó, lehet, hogy nagyon jól bélyeg gyűjtök, de nem biztos, hogy a kettőt tudom kompenzálni. Meg kell találni, hogy ő abban a csatornában korrigáljon, abban a csatornában kapja meg azokat a pluszokat. Tehát végül is az zárszóként szinte azt lehetne mondani, hogy borzasztóan fontos az, hogy időnként üljünk le, nézzünk meg, hogy hol tartunk, mennyi munkával, honnan, hova jutottunk. Gondoljuk végig azt, hogy holnap akkor mit csináljunk. Hány szerepünkben, mennyit produkáltunk. Igen. És utána meg kell, valójában a legnagyobb baj akkor az, hogy az embereket mindig az dominálja, hogy hol tudna több pénzt keresni, olyat, hogy azzal foglalkoznának, hogy mi az, amit ő imád csinálni, mert amit ő nagyon szeret csinálni, azzal előbb-utóbb jól is tud keresni. Mert ha ő nagyon szeret fodrász lenni, nagyon szeret nyírni hajakat, akkor előbb-utóbb azzal jól fog tudni keresni, mert van jól menő gazdag fodrász, nem egy. Vagy hogyha ő borzasztóan szeret, mit tudom én, kertészkedni, akkor azzal tud eredményt elérni. Tehát valójában én úgy érzem, hogy a veled való beszélgetés, meg magam is úgy érzem, hogy az embereknek segíteni kell megtalálni azt a tevékenységet, amit ő imád csinálni. Mert meg olyan szerepkészletet rakjon össze, amiben ő biztos, hogy úgy érzi, hogy van hozzá a szerepkészlethez muníciója, terve, vágya, megvalósítani valója. És akkor soha nem kell hozzád fordulni, amint pszichiáterhez, hogy hogy gyógyuljon meg, igaz? Így van, mert ahhoz a sok szerepben kell kudarcnak összejönni egyszerre, egy időben és kellő mélységben, hogy igazán, hogy úgy mondjam, igazi krízis legyen. Vagyis, hogyha valaki kudarc közeli állapotba kerül, mert az, amit csinál, az az Úristennek nem megy, akkor ne féljen attól, hogy most abba hagyom és váltok. Hát pontosan, erre szoktuk mondani, hogy a krízis mindig ablak a beavatkozásra. A krízistől nem félni kell, nem kikerülni kell, a krízist megoldani külső segítség igényével együtt kell. Hát erre én viccesen azt szoktam mondani, hogy a Jóisten a feladatokat azért teszi elénk, mert figyel, hogy oldjuk meg. És ha jól oldjuk meg, kapunk jutalmat, ha nem oldjuk meg jól, akkor nem kapunk jutalmat. Így van. Hát nekem jutalom az is, hogy most beszélgetettem veled, és nagyon köszönöm, és köszönöm, nagyon várunk téged a egyetemen.